Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV háttérműsorát látják. 2003-ban a Mecsek Öko ZRT jogelődje kapott megbízást a gyöngyös-oroszi bánya bezárással kapcsolatos kármentesítési, tájrendezési és rekultivációs tevékenység elvégzésére. A helyzet akkoriban az volt, hogy a szabad bányaüregeken átfolyó víz nehéz fémmel szennyezte a Tokapatak völgyét és az ott található víztározókat. Ugyanakkor fennállt annak a veszélye is, hogy a 130 ezer köbméternyi víz akár egyszerre kizúdulhat a bányaüregből és eláraszthatja a völgyet gyöngyös-oroszi településsel egyetemben. Az APVRT döntése nyomán 2005-ben kezdődött meg az akkor már majd 20 éve nem működő ércbánya rekultivációja. A munkát a Mecsek Öko ZRT végezte. A cég 2010. július 30-áig a tervezett ütemben dolgozott a Mátrában. Ekkor azonban a munkálatokat a közvetlen baleset és környezeti kárveszély elhárításának kivételével leállították. A munka persze azóta sem állt meg, a jelenlegi helyzet és a 2011-es év értékelésére azonban már meghívott vendégünket kérem meg. Köszöntöm a stúdióban Kulcsár László urat, a Mecsek Öko ZRT Mátra projekt igazgatóját. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Ez a történeti összefoglalás nagyjából helytálló volt, amit mondtam. Teljes mértékben. Azt tudjuk ugye, és hát mondhatjuk, hogy szerencsére ez a munka nem állt meg, nem is állhatott meg teljesen 2010 júliusában, mert annak ugye komoly veszélyei lettek volna. 2010 nyarán még azt adtuk hírül, hogy elhárult az utolsó akadály, és lehetővé vált a bányavíz elvezetése, a vágatok betömedékelése, azaz gyakorlatilag azt lehetett volna mondani, hogy véget ért a bánya felszámolása, vagyis véget érhetett volna. Mégis következett néhány hónap, amikor csak a, hát hogy is mondjam, a legszükségesebb munkálatokat végezték el. Mi történt azóta? Ez valóban így volt. A megállást elsősorban költségvetési szempontok indokolták, a finanszírozást csökkentették a tavalyi évben, és a rossz hír az volt, hogy ez évben sem volt teljesen zökkenőmentes, csak június végén írtuk alá az MNV ZRT-vel azt a támogatási szerződést, ami alapján a munkát folytathattuk. Az is helyes megállapítás, hogy ezek a megállások veszélyeket rejtenek magukban, illetve költségekkel járnak, hiszen a bánya beli üregek állapotromlása az idővel egyenesen arányosan romlik, illetve a felszínen is olyan munkákat kell elvégeznünk, amik csak az állapotok megőrzését tették lehetővé. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez is úgy van, mint egy ház, amit hogyha egy zsvunggal ugye fölhúznak, hogyha összeáll rá a pénz, mondjuk egy ilyen civil példát mondja, akkor jóval kevesebbe kerül, mint hogyha azt mondjuk, hogy most van az alapozásra pénzük, megcsináljuk az alapozást, de mire a falakat kéne húzni, addigra már azok az alapok már beáztak, meg újra kell csinálni. Tehát az is pénzbe kerül, hogy ne legyenek nagyobb károk. Pontosan így van, hogy szemléltessem, érzékeletesebbé tegyem a dolgot, ha el kell mondanom, hogy a bányában olyan körülmények vannak, a fakadóvizek savas kémhatások, legtöbbször 2-3 közötti pH-júak, a beépített szerelvényeket nagy mértékben korrodálják, tönkreteszik, több százmillió forintos elvégzett munkák mehetnek tönkre, hogyha a munkavégzés szünetel, hiszen ez ellen megfelelő védelmet nem tudunk nyújtani. A felszínen szintén jelenthetnek plusz kiadásokat a szüneteltetések, hiszen a víztározók kármentesítését a leeresztett víz mellett végezzük. A kerülő medrekben folyó vizek mennyisége olyan kicsi, hogy egy nagyobb árvizet ezek nem tudnak elvezetni, így az addig elvizett munkák veszélybe kerülnek egy esetleges nagyobb eső vagy áradás következtében. Ez akkor összességében ez mintegy 11 hónapos olyan időszakot jelentett, amikor a Mecsek Öko ZRT, ha nem is a saját zsebében nyúlva, de lehet, hogy akár a saját zsebében nyúlva, vagy a saját tartalékforrásait mozgósítva, azért elvégezte ezt a munkát, hogy ne kerüljenek a környékbeliek veszélybe. Pontosan erről volt szó. Saját tartalékainkat használtuk, illetve a kivitelezőktől kértünk fizetési átütemezéseket annak érdekében, hogy a munkák teljesen ne álljanak le ebben az időszakban sem, amikor a finanszírozás nem volt megoldott. Mi a veszély annak, hogyha nem folytatódik a munka az eredeti ütemben, ha nem a teljes körű rekultiváció zajlik, mondjuk
Hát nem akarom én a nagyon rossz emlékű és nagyon sajnálatos kolontári meg devecseri eseteket ide idézni. De például itt is vannak az agytározók, meg itt is vannak olyan felszíni létesítmények, amik igazából arra vannak tervezve, hogy azokat belülről nyomja a víz. Tehát úgy vannak kiépítve, hogy valami, ha nem is víz, hanem valami más nyomja őket belülről. Tehát egy úszodát is, hogyha rengedik belőle a vizet, azt nem szabad sokáig úgy hagyni, mert arra van tervezve, hogy a víz belülről nyomja, hogyha nincs benne víz, akkor beomlik. Ilyen veszélye van ennek? A szünetelésnek a felszíni objektumok tekintetében annyi veszélye van, hogy térjünk vissza a kolontára. Az akkori katasztrófát követően a mi területünkön is történt egy alapos ellenőrzés. Különféle hatóságok, a Miskolci Bányakapitányság, katasztrófavédelem, környezetvédelmi felügyelőség részvételével minden zagytározónkat átvizsgálták. Szerencsére azt kell mondanom, hogy olyan veszélyhelyzet nem állt fönt, ami a kolontárban volt. De mindenképpen írtak elő víztartalom csökkentési tevékenységet, valamint az agytározóink gátját meg kellett egy esetben erősíteni. Uh-huh. Ezek a tevékenységek az év első felében megtörténtek. Uh-huh. Kimondhatjuk, hogy a közvetlen emberéletet is veszélyeztethetett volna a helyzet, hogyha önök nem mondjuk saját erőből finanszírozzák, vagy nem? Erre én nem gondolok. Minden esetre a további állapotromlást meg kell akadályoznunk a saját erőforrásaink felhasználásával. Jó, tehát letelt ez a 11 hónap. Mi az, ami a 2011-es évben történt tulajdonképpen ezzel a területen? Retteltesen szerteágazó a tevékenység. Tehát itt önök nem egy valamit csinálnak, hanem sok különböző, de egymással mégis összefüggő tevékenységet. Mi az, ami 2011-ben mégis megvalósulhatott? A bányabeli munkákkal kezdeném, hiszen az egész kármentesítésnek a bányászati tevékenység volt az alapja is, a fő okozója is, hiszen a bányából kifolyó és sok ideig kezeletlen víz okozta például a Tokapatak teljes hosszában az elszennyeződést, illetve a bányászati érzfeldolgozás üzemzavarai. Mit bányáztak itt, bocsánat? Ólom és cinkész bányászat folyt már több száz éve, de jellemzően az 1950-es évektől vált ez ipari méretűvé, és ez tartott egész a 80-as évekbeli termelési leállításig, amikor az ipari miniszter a bánya szüneteltetését rendelte el. Az azt követően eltelt közel 20 évben senki nem törődött a bánya szakszerű és végleges bezárásával. A végzett tevékenység csupán a kifolyóvíz kezelésére terjedt ki. Ez azt jelentette, és ez a tevékenység napjainkban is folyik, hiszen a bányából továbbra is 2-3 ezer köbméternyi víz folyik ki naponta. Ez azt jelentette, hogy egy meszes kezeléssel a vízből a nehéz fémionokat kicsapatjuk, a keletkező nehéz fémekkel szennyezett iszapot pedig veszélyes hulladék lerakóba szállítjuk. És a víz azonnan kezdve tiszta? Azonnantól kezdve kibocsátható a befogadó Tokapatakba. És akkor hova kerül ez a messzes iszap? Ez centrifugálást, víztelenítést követően veszélyes hulladék lerakóba kerül elszállításra. Ez egy már száraznak mondható anyag? Nem, ez közel 60-70%-os víztartalmú anyag, még de egy földszerű száraz anyag. Most amire én tudom, ott eredetileg is voltak ilyen tározók, ahova lehetett volna vinni, csak azoknak a minőségük nem volt megfelelő. Ezek a tározók a 70-es éveket követően épültek, jellemzően az akkori előírások betartásával. Földmedrű tározó volt, ami a mai követelményeknek már nem felel meg, ezért ezeket föl kellett számolnunk. Így döntöttünk amellett, hogy a vízkezelési technológiát úgy alakítjuk át, hogy a keletkező csapadék az elszállítható a helyszínről. Uh-huh. Messzire kell ezt vinni? Tehát, hogy biztonságos körülmények közé kerüljön? Mert nyilván ennek is ára van, tehát ez is pénzbe kerül. Természetesen ez nem olcsó az elhelyezése, de a távolságot nem a távolsága meghatározott tényező, hanem az elhelyezésnek az ára. Uh-huh. Jó, akkor képzeljük el, és nem is kell elképzelnünk, hiszen itt mutatjuk a képeken, nézőink is láthatják, itt vannak függőleges és vízszintes, hát minek nevezzük ezeket, tárlók? Vagy hogy néz ki egy ilyen bánya? Gondolom, hát valamilyen módon le kell menni a felszínről lefelé, tehát akkor ez egy függőleges része neki. A képeken a Bencevagyi
az agytározónak a tájrendezése látható. Ide nyomtuk a korábbi években jellemzően ezt a víztisztítási csapadékot, és ez került 2009 végére felszámolásra. Uh-huh. Jelenleg itt már nem helyezünk el semmiféle vízkezésből származó iszapot. Uh-huh. No, vissza ezekhez az üregekhez. Miért kell ezeket feltölteni? Mi lenne azt úgy hagyni, ahogy van? Két oka van. A bányából, ahogy mondtam korábban, naponta 2-3 ezer köbméternyi savas, kémhatású víz folyik ki, ami nehéz fémeket tartalmaz. Ennek bármilyen váratlan bányabeli omlás miatti elzáródása és feltelése a bányában azt jelenthetné, hogy egy 150 ezer köbméternyi mennyiségű és mintegy 40 bár nyomású víz gyűlne föl, ami egy váratlan kiáramlással katasztrófa helyzetet okozna a területen. Uh-huh. A célja tehát az a bányabezárásnak, hogy az üregek feltömedékelésével ezt a feltöltést kizárjuk. És ez most hogy áll ez a folyamat? Ez abban a stádiumban van, amikor a bányát már kinyitottuk, de a tömedékelést éppen most kezdtük el, tehát gyakorlatilag a következő 1-2 évnek lesz az a feladata, hogy az üregek lezárását megfelelőképpen megoldjuk. Na most én, mint hozzá nem értő, ez már az eddigiekből is kiderült, úgy gondolom, aztán majd ön megerősíti, hogy így van vagy sem, hogy oda nem elég mondjuk simán földet hordani vagy kavicsot, hanem valami olyasmit, tehát az üregekbe, hanem valami olyasmit kell, ami egyfajta vízzáró képességgel rendelkezik. Én nem tudom, hogy van-e ilyen, de mint a sziloplaszt vagy vannak-e púrhab, vagy valami ilyesmi, ami ezeket a lukakat betömi, hogyha jön is ez a víz, akkor az ne tudja átmosni. Így van. Fő szempont volt, hogy ezek az üregek tömedékelhetők legyenek a lehető legnagyobb mértékben. Ezért sok éves vizsgálódás után egyfajta a visontai erőműnek egy pernyéjét fogjuk sűrűzagyként ezekbe a térségbe csővezetékkel lejuttatni. Ezek közel 100%-os feltöltést eredményeznek ezekben a bányüregekben, és mivel mész adalékanyagot is teszünk ehhez a pernyéhez, ezért azt is eléri, hogy a bányaüregekben fakadó vizeket részben semlegesíti, illetve a bányaüregek falát az oxigéntől elzárja, így a későbbiekben ezek a savasodási folyamatok a vizet illetően megszűnnek. Te gyakorlatilag ez ott megköt, mint a malter vagy a beton? Hasonlóan viselkedik, igen. Jó, tehát tömedékelés. Milyen egyéb feladatok vannak még ezen a területen? A bányában ezt követően, mivel kifolyó vízzel hosszú távon számolni kell, egy olyan állapotot kell fölhagyni, amiben a víz hosszú távon akadálytalanul kijut a bányából. Ehhez egy 5 kilométeres vágott szakaszon drenázsréteget kell kiépítenünk, ami azt jelenti, hogy nagy darabos mészkőből egy olyan közel 60 centi, néhol 1 méter vastagságú réteget alkotunk, ami bármilyen kőzetomlás esetén biztosítja a víz akadálytalan kiáramlását. Azt még nem kérdeztem meg, hogy ez honnan jön ez a víz? Ez a felszín alatti vizek, a bánya üregek falán fakad, mint minden bányában itt is vannak ilyen fakadó vizek, és a bennmaradt fémekből lesz szennyezett. Tehát olyat nem lehet csinálni, hogy mondjuk ez egy helyről jön, és akkor ezt eleve elvezetni máshova, hogy kerülje meg a bányát. Hiszen nagyon sok helyen fakadnak ezek a vizek. De elképzelhető lenne? Nagyon nagy butaságot mondtam, hogyha ez most egy forrás lenne, ami mossa át egyfolytában, akkor érdemes lenne összegyűjteni. Ezt tesszük gyakorlatilag ezzel a drenázs réteggel. Itt egy pontban összegyűjtjük a bányatérségben fakadó vizeket, és ott egy vonalon a bányából kivezetjük. Most ennek a szennyezett víznek a megtisztítása, miután ez megtörtént az ön által említett meszes, meg egyéb, gondolom, egy kémiai megoldásokon keresztül, ez gyakorlatilag ivóvíz minőségű? Tehát ez... Olyan ivóvíz minőségű nem lesz, de kibocsátható. Tehát mondjuk például a tókapatakba bele lehet engedni, nem fognak hasukkal fölfelé. Hatósági előadásot megfelelő lesz, igen. Foglalkoztunk mi ezzel a témával már régebb óta, azért tudom, hogy a feladatok között szerepel mindig ezeknek a bizonyos meddőhányoknak, vagy mindenféle tájsebeknek az úgynevezett tájrendezése. Igen. Ami azt jelenti, hogy az eredeti vagy a természethez közeli állapotnak a visszaállítása. Ez hogyan zajlik? Valóban ez a munkánk legfontosabb célja, hogy a bányászat által érintett területet tájba illesszük. Ez gyakorlatilag a 23 meddőhányó tájrendezését jelenti. Itt
A meddőhányókat három kategóriába soroltuk, a felmérést követően és a környezetre gyakorolt veszélyességüket figyelembe véve. Olyan, amivel már nincs mit tennünk, és nem is veszélyes a környezetre, hiszen olyan kőzetanyagot helyeztek el benne, ami nem okoz később természetkárosítást. A másik, ami a helyszínen egyfajta talajtakarással, növényesítéssel tájba illeszthető, illetve a harmadik csoportja az, ami olyan veszélyességű, ami alapján a helyszínről el kell szállítanunk, és egy központi lerakóban kell elhelyeznünk, ez a szárazvölgyi zajtározó, ez a központi lerakó. Jelenleg ott tartunk, hogy az utóbbi meddőhányókat kivétel nélkül a szennyezőanyagokat fölszedtük, és itt elhelyeztük a szárazvölgyi zajtározón. A talajtakarás növényesítés folyamatban van. Ilyenkor az azt jelenti, hogy mondjuk a legközelebbi lelőhelyről földet, termőföldet hordanak rá? Ahonnan lehetséges, onnan 50 centi vastagságú termőréteget. De alá kerül valami, mondjuk fólia? Nem, nem, erre már termőföld. Nem. Miután elszállítjuk a szennyezett meddőt, végzünk egy felmérést, amely alapján kijelenthetjük, hogy az ott maradt felület az már nem szennyezett, és ezt követően a talajtakarás elvégezhető. És akkor abban én már akár a következő évben kukoricát, vagy burgonyát vethetek, vagy mire? Mivel jellemzően erdő területen helyezkednek ezek a meddőhányok a Mátrában, ezért általában fásítással helyezzük ismét üzembe ezeket a területeket. A tevékenységüknek egy nagyon fontos része, akkor is, hogyha már ezek a tájrendezési, meg tömedékelési, meg az egyéb ilyen fizikai anyagmozgatással járó feladatok véget érnek. Ezt azért tudom, mert itt is Pécset is tevékenykednek ilyen vonalon, illetve még a Mátrában Recsken, hogyha jól tudom. Igen. Ez egyfajta ilyen monitoring rendszernek a kiépítése, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy ez folyamatos jelzéssel szolgál arra nézvést, hogy a munkájuk eredményes volt, vagy nem. Tehát, hogy ott a vizek meg a talaj szennyezettsége nem éri el az egészségre káros mértéket. Ez itt már Gyöngyösuriszűban elkezdődött? Vagy természetesen a munka megkezdésének a feltétele az volt, hogy egy olyan monitoring rendszert építsünk ki, amivel nyomon követhetjük azt, hogy a bányabezárás milyen hatással van a felszíni és felszín alatti vizekre és a környezet egyéb elemeire. Ez a munka folyamatosan elvégzésre kerül a bányabezárás egész teljes időszakában és azt követően is. Lehet azt mondani, hogy az a fajta tevékenység, az a fajta komplex rekultiváció, amit önök végeznek, az egyszer befejezetnek nyilvánítható. Azért kérdezem, mert szerintem, hogyha komolyan veszi magát egy település, jelen esetben Gyöngyös-Oroszi vagy itt nálunk Pécs, akkor nem fogja megengedhetni magának, hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen, befejeztétek a munkát, menjetek Isten hírével, hanem ez gyakorlatilag élethosszig tartó garanciát kell jelentsen, tehát például egy monitor vagy megfigyelő állomásokat onnan kivenni, az létezhetetlen, mert a lakókat érdekli ez. Majd erre is mindjárt elkérdezek különben, hogy lakossági fórumokon milyen kérdéseket kapnak önök. Tehát be lehet fejezni ezt a munkát? A kérdés első felére válaszolnék elsőként. Én úgy gondolom, hogy igen, de a munka befejezését mindenképpen meg kell előzni egy olyan felmérésnek, ami azt igazolja, hogy az ott hagyott felszín továbbra már nem veszélyes a környezetre. Uh-huh. Ez biztos, hogy jó néhány éves időszakot igényel, de Gyöngyös-Orosziban is, és itt az uránbányászati rekultivációban is abban bízunk, hogy néhány év, esetleg egy-két évtized elteltével ezek a tevékenységek felhagyhatók, csak egy monitoring tevékenység, ami hosszabb távon fönnmarad. Én már megpendítettem, itt az egész tulajdonképpen azért történik, hogy nekünk, akik most élünk, illetve gyermekeinknek és unokáinknak ne legyen aggódni valójuk a tekintetben, hogy egészséges környezetben élnek. Nyilván önök is ellátogatnak lakossági fórumokra, nyilván önök is szerveznek ilyet, és valószínűleg spontán is szerveződnek ilyenek. Mik a leggyakoribb kérdések itt ilyenkor, amikor azt látják, hogy milyen munka folyik, és az eredményességére kíváncsiak? A tevékenységünket azt mindig élénk lakossági figyelem kíséri, és ezt nem is igyekszünk elhárítani magunktól. Már a kezdetektől rendszeresen tartottunk lakossági fórumokat, a képviselő testületeket tájékoztattuk a tervezett tevékenységeinkről, és eddig azt érzékeltük, hogy ez megnyugtatja a lakosokat is, és igazából ok nélkül nem tiltakoznak a tevékenységünk ellen. A kormányzati oldalról az önök
finanszírozója, hogy úgy mondjam, az MNV ZRT. Van-e arra garancia, hogy ilyenfajta majd egy éves kihagyások a finanszírozásban a későbbiekben nem fordulnak elő? Hogy úgy kérdezem, érzik-e ők ennek a feladatnak a fontosságát, vagy súlyát? Igyekszünk jelezni feléjük, hogy mindenféle, bármiféle szüneteltetés a munkákban, bármiféle leállítása, akár a bányabeli, akár a felszíni tevékenységnek, az környezeti veszélyeket rejt magába, illetve a költségeket növeli. Ennek ellenére a finanszírozásuk általában elhúzódik, tehát azonnal január 1-én nem kezdődik meg, és jó néhány hónap eltelik, amíg a forrásainkat megkapjuk. Igazgató úr, köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm a meghívást. És mindezt elmondta. Kedves nézőink, Önök a Pécs TV háttér műsorát látták. Hírekkel persze továbbra is rendszeresen jelentkezünk. Írjanak nekünk, hívjanak minket, és ne feledjék, tudósításaink, riportjaink ott vannak honlapunkon is. Köszönöm a figyelmet. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.